hétvégén az RTL Klub híradójában bombaként rombadt a hír, hogy már Ajkán sincsen CT. Az ellenzék nem sokkal később megszólította önt, hogy hol van ilyenkor Rigg Lajos. Képviselő úr, hol van ön ilyenkor? Én a körzetembe tevékenykedek ugyanúgy, ahogy eddig is, és ezután is engem is meglepetésszerűen élt ez a hír, hogy elsősorban és először csak részlegesen, most viszont teljesen lezárta a működését az OTH, a Magyar Imre Kórház CT-jének. Azt gondolom, hogy ez egy váratlan volt mindenki számára, az ajkai lakosoknak és az itt élőknek, de azt is gondolom, hogy ezt az ügyet nem egymásra mutogatás kell, hogy elteljen, hanem inkább a megoldás kell, hogy szülessen erre. Kétfajta megoldás lehetséges jelen pillanatban. Az egyik az, hogy a kormány kiír egy eszközbeszerzést a KFT részére, hogy ő CT-gépre tudjon pályázni. A másik megoldás, hogy a kormány saját hatáskörbe fogja ezt megtenni, és saját hatáskörbe fogja üzemeltetni, tehát szerződést fog bontani a KFT-vel. Én azt gondolom, hogy mindegyik megoldásban van jó és ráció, de hogyha megnézzük a működését ennek a KFT-nek, amely nem csak az Ajkai Kórházban, hanem Székesfehérváron, Budapesten és az Alföldön is működtet komputertomográfokat és embereket, azt gondolom, hogy a több éves szakmai múltra visszatekintő KFT ezután is el fogja tudni látni ezt a feladatot. Az, hogy most jelen pillanatban a Csolnoki Ferenc kórházba irányítják a betegeket, ez többfajta kérdés vet fel az emberbe. Így megnőnek a várólisták, ugye a tumoros betegek tekintetében azért tudjuk, hogy két héten belül őnekik komputertomográfos vizsgálatra kell menni, viszont az előjegyzett betegek, akik veszprémi CT-be voltak előjegyezve, így a várólistájuk ez kibővül, illetve van még egy lehetőség, ami a Keszthelyi Kórháznak a leterheltségét is növeli, főleg így a nyári szezonban, illetve hogyha tudjuk, azért a veszprémi kórház leterheltsége most a vizes VB alatt szerintem 3-4 szereződött. Elég keményen megy az egymásra mutogatás, hogy ki tehet erről az egész dologról, viszont azt érdemes elmondani, hogy a kórház sok mindent nem tehet erről, hiszen nem a kórház tulajdona volt. Mit tudunk erről, hogyan került ide Ajkára ez a CT, és hogyan üzemelt itt a városba? Nyilván, hogyha az információm nem csalnak, ez 2002-ben kezdett el működni ez a komputertomográf a Magyar Imre Kórház keretein belül, és az előző főigazgató asszonynak sikerült ezt tető alá hozni, ezt a szerződést. Maga a KFT az OEP-el szerződött egy ilyen finanszírozási szerződés keretein belül, tehát térítésmentesen látják el a lakosságot, és a vizsgálatok után járó finanszírozás a KFT-nek a kasszájába jelentkezik, amiből ő megcsinálta a karbantartást, felújításokat, de hát azért 15 év az egy nagyon hosszú távlat, és gondolom ez a gép most már az idő vasfog azért meglátszik és elavult. Azt gondolom, hogy amíg a város kezelésébe volt, akár Ajka, akár Tapolca tekintetében az egészségügyi intézmény és közte a kórház, azért akkor is voltak adósság felhalmozások, de hogyha lehet egy egyszerű hasonlattal érni, az olyan, mint hogyha a fia tartozna az apának bizonyos összeget, családban maradt, ezt minden egyes önkormányzat elkönyvelte veszteségként, ugyanúgy, ahogy Tapolca, ugyanúgy, ahogy Ajka is, és megpróbált minden egyes olyan forrást, lehetőséget megtalálni, amely az eszközbeszerzésekre irányult volna. Én azt mondom ma is, 2017-ben, hogy az önkormányzat mindig is jobb tulajdonosa volt a saját intézményének, mint az állam. Ezt nem csak itt Ajkán, nem csak Tapolcán, hanem az ország más területén is sajnos láthatjuk, akár a kardiológiai intézetben, egy országos, sőt Európa hírű intézetben sincsen CT, és erre nem az a válasz véleményem szerint, hogy örüljenek neki, hogy egy másikban van, hanem igenis minden egyes olyan intézményben, ahol fekvőbeteg ellátás vagy, kell ilyen eszköznek készelétbe állni, és nap 24 órájában, nem csak 12-ben. Ön, mint politikus, mit tud tenni ennek érdekében, hogy javuljon a helyzet? A mai nap leadásra kerül egy írásbeli kérdés Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter úr irányába, amire két héten belül válasz kell, hogy kapjunk. A kérdés az nagyjából arról fog szólni, amit itt elmondtam, hogy hogy kívánja a kormány tovább megoldás, hogyan lehet erre a kérdésre, akár a KFT-n keresztül, vagy az állami beruházás keretén belül. A cél az, hogy az ajkai és ajka térségi lakosok minél előbb hozzáférhessenek ehhez a vizsgálati eljáráshoz. Ez az egyik, amit megtettem, illetve Ónodi Szűcs Zoltán államtitkár úrral veszem fel a kapcsolatot, hogy ő miben tud segíteni itt az Ajka és Ajka térségi lakosoknak, hogy megoldás szülessen. Reméljük, minél előbb sikerülni fog. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!